Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Most, kedves nézőink, újra tejbotrány van kialakulóban, ugyanis nagyáruházaink polcait ellepték az olcsó import UHT tejek Csehországból és Szlovákiából. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Tejterméktanács bejelentést tett a kormánynál, így utána néznek, hogy miként kerülhetett ez a rendkívül olcsó, ugyanakkor minőségében alapvetően nem jó tej a polcokra. Gyaníthatóan egyébként tejporból állítják elő. Erről fogunk beszélgetni István Falvi Miklóssal, a Tejterméktanács társelnökével. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. A mai rövid hírünk, hazai nagy üzletláncok szeptemberi akciózásaival újra megjelentek a szlovák és cseh tejek a piacon, a polcokon. A szakmai szervezet áfacsalásra gyanakszik és bejelentést tett a magyar hatóságoknál, valamint Brüsszelben, itt olvasom. Vendégem pedig István Falvi Miklós, a tej szakmaközi szervezet és terméktanács társelnöke, tisztelte, köszöntöm. Jó estét kívánok! Így van. Az imént már megállapodtunk abban, hogy ez egy örökzöld téma. Számtalanszor esett már szó ezen a fórumon is erről, és lám-lám előkerült ismételten. Tehát a bejelentés az valóságos. A két áruházlánc ugye nem titok, a Tesco és az Auchan, akik szeptemberben 179 forint helyett literenként 159 forintért kínálják a 1,5% zsírtartalmú szlovák tejet, a Tesco nem különben. Itt azért tegyük hozzá, hogy UHT tejről van szó, tehát ultramagas hőfokon kezelt tejről. Okay. Hogy jutottunk megint eddig? Hát volt az elmúlt két éves időszakban egy olyan tendencia, amiben a Magyarországon elhatott UHT tejeknek az aránya nőtt akár a belföldi tulajdonú vagy külföldi tulajdonú áruházláncoknál. Most az utóbbi két hónapban érzékeljük azt a változást, hogy az mellett, hogy a magyarországi nyerstej ára alacsonyabb, mint a szlovák ár, és még annál is magasabb a cseh ár, és ebből a két országból úgy hoznak be UHT tejeket, hogy egy 20 forinttal alacsonyabb áron, mint a magyarországi ár, holott ezeket a dobozokat, amelyekben ezek a termékek vannak, ezt mind Budaörsön gyártják, és a gépsorokat az pedig Modernába. Tehát ugyanazokon a gépeken, ugyanott beszerzett dobozokba 20-30 forint olcsóban hozzák be. Mi azt állítjuk, hogy ezek a termékek vagy áfacsaltak, vagy pedig manipulált termékekről van szó. Kezdjük az áfacsaltnál, hiszen ahogy utalt az imént rá, most a tej felvásárlási ára 30 euró cent körül mozog. Igen. Itthon, tehát az nyilván drágább, tehát eléri csak nem Szlovákiában és Csehországban is a 100 forintot. Ez a nyers tej felvásárlási ára, hangsúlyozzuk ki. Tehát az a... Igen. És ebből lesz 50 forinttal drágábban kiszerelésben munkaerő utaztatni, és igen, a többi. Ebből lesz az áruháznak 150-159 forintos teje. Ez lehetetlen, ezt valljuk meg. Nem kell ehhez matekosnak lenni. Tehát akkor kezdjük ezt az áfacsalás történetet, hogy ez hogy jöhet létre, hogy tudják ezt megcsinálni. Hát ezt az áfacsalás, ez egy régi történet. Mi folyamatosan kértük a törvényhozónál, a minisztériumnál is ennek a áruszegmens áfájának a csökkentését, de az UHT tejek áfáját nem csökkentették 18%-ról 5%-ra, csak a friss tejnek az áfáját. Továbbra is lehetőség van ennek a 18%-os áfának a csalására. Ezt tehát a nagykereskedők hagyják ezt végre, a teljes folyamatot azt én most nem írnám le, de egyértelmű, hogy itt más, mint mondom, ez a két dolog, az áfacsalás vagy a manipuláció, termékmanipuláción kívül más nem nagyon képzelhető el. Azt
Ennek, annak érdekében, hogy nyomon követhető legyen jobban a termékeknek a mozgása, a tejtermelők már régóta, a tejfeldolgozók is már régebb óta, de a legújabban a kiskereskedő és a nagykereskedőknek is egy bizonyos ármozgásokról rendszeresen a nébiknek jelenteni kell. A mi információink szerint a nagykereskedőknek a 90%-a nem jelent, és a kiskereskedelmi láncok között is van olyan, aki nem jelent. Tehát mi közvetve jutottunk ezekre a következtetésekre, természetszerűleg a hatóságnak kell ezt az áfacsalást bizonyítani, és ezért is kerültek bejelentésre ezek a szereplők, és bízunk benne, hogy gyors intézkedéssel ezek földeríthetők lesznek. Nézzük meg a B-verziót, és utána megyünk tovább természetesen. Tehát a másik lehetőség pedig az, hogy tejpor, víz, zsíradék. Tehát a tejhez jószerivel nincs is köze, ha úgy tetszik, az eredeti nyers tejhez. A tejpor szerint igen, persze. Tehát és hogy ebből készül. Ez miként érhető tetten? Tehát egy alapos vizsgálat a nébik részéről ezt kideríthet? Hát ehhez komoly technikai háttér kell. Ezeket általában Németországban szokták vizsgáltatni. Tehát ezt elég nehéz kimutatni, ugyanis a sovány tejpor az tulajdonképpen ugye a tejből állítandó elő, csak ugye a víz visszaadásával, amit elpárolgatnak, visszaadásával jön ez létre. Erre vannak utaló jelek, a különböző magyar vizsgálatok is mutattak ki zsírhiányt ezekbe a tejekbe, erről nekünk vannak információink, tehát itt egyrészt ez a tejporban való gyártás, ezt meg kell nézni, hogy ez valóban így van-e, a másik része meg az, hogy nincs meg ennek a tejnek az a beltartalma, ami ráírásra kerül a dobozra. Tehát egyik oldalról ott van a közleményből, megtudhatjuk azt is, hogy 8%-kal csökkent Szlovákiában a szarvasmarha állomány száma. Másik oldalról nagyon is jól tudjuk, hiszen ez a magyar gazdákat is sújtja, ezt ön is nyilván tudja, hogy egy újfajta takarmányozásra lenne szükség ahhoz, hogy az a zsírszázalék meglegyen, ami ideális. Na most ez nyilvánvaló, hogy csökken, mert hogy nem bírnak a gazdák termelni, mármint Szlovákiában és Csehországban, ennek ellenére sokkal több tej születik, tehát megérkezhet Magyarországra is. Ezt nem értjük, illetve hát nem érti a vásárló semmiképpen sem. Hát a vásárló azért általában Magyarországon a porciárak alapján vásárol, hát szerencsére egyre több olyan van, aki megnézi, hogy a terméket hol gyártják. Mert azért egy magyarországi hatóság sokkal jobban ellenőrzi a magyarországi feldolgozókat, mint természetszerűen a külföldi ellenőrzésre nincs megfelelő tudomásunk. Mi arra ösztönözzük a hatóságokat, hogy ugyanolyan szigorra járjanak el a külföldi termékekkel kapcsolatosan, mint a magyar termékekkel kapcsolatosan. A tejmennyiség csökkenését, igen, ez egy Európai Unióban 1%-kal csökkent a tejtermelés, ezen belül Szlovákiában nagyobb mértékben, Csehországban kisebb mértékben csökkent a tejtermelés, de az nagyon érdekes, hogy pont olyan országból hoznak be Magyarországra terméket, amit ugye hasonló technológiával, magasabb nyerstejáron és még plusz fuvarköltség terhelő tételként jönnek el. Hát ezt matematikailag a mi véleményünk szerint tarthatatlan, ezt nem lehet alá támasztani, ezért ennek az okait meg kell vizsgálni. Hiszen jóval több, mint kétharmad volt az arány a hazai piacon, a hazai előállítású tejnél, most pedig az drasztikusan csökkent, tehát alig 20%. Ez lehet az oka? Vagy ennek más okai is vannak? Hát ezt a három éves trendet, amikor emelkedett a Magyarországon előállított UHT tej fogyasztása Magyarországon, ezt törte meg az idei év, és ez pontosan azért, mert egy külföldre behozott olcsóbb, mi véleményünk szerint, mondom, a vagyáfacsalt vagy manipulált termékekkel próbálják lenyomni az árat. Az áruházláncok pedig hát nem igazán fordítanak arra ezek szerint megfelelő figyelmet, és előnyben részesítik az olcsóbb terméket. Mi pedig a terméktanácsban, ahol tejtermelő, tejfeldolgozó és kereskedő egy asztalnál ül és próbál egyeztetni az ágazat érdekében,
nagyon sok kísérletet tettünk rá, de a kiskereskedelmi láncok még az elmúlt három évben ebben jobban együttműködtek, most nem tudtak ellenállni ennek az olcsó. Ez nagy kísértés, halljuk meg. Így van. Egy kicsit essék szó a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara álláspontjáról. Kis Norbert Ivóval, a Fejér megyei elnökkel beszélgettem, azt mondta, hogy ők is próbálnak lépéseket tenni. Ez mit jelent a gyakorlatban ön szerint? Tárgyalnak egy a két szervezet? Igen, mi rendszeresen konzultálunk, tehát a kamarának vannak osztályai, tájfeldolgozási osztály is van. Ma is volt éppen egy ilyen rendezvény Budapest, vagyis Budaörsön. Tehát ezekben a kérdésekben egyrészt az elmúlt időszakban az áfa csökkentésről és az áfa csökkentés folytatásával kapcsolatosan is, másrészt pedig a hatósági vizsgálatoknak a növeléséről és a különböző hatóságokkal való bejelentések koordinálásáról és egymás kölcsönös tájékoztatása, ez folyamatos a kamarában. Az várható, hogy a szaktárca lép ebben az ügyben? Hiszen azért elég nagy lehet a nyomás, ha már a kamara, illetve a terméktanács is így fogalmaz, ahogy ön is megtette. Én azt gondolom, hogy igen, mert eddig is a bejelentéseket megvizsgálták. Az tény, hogy ezek a vizsgálatok eléggé lassúak. Most nem régen jelentettünk be egy trapista sajtnak nevezett lengyelországi terméket, amelyikben növényzsír van. Egy hónappal ezelőtt is arról kaptunk értesítést éppen tegnap előtt, hogy az egyik hatóság áttette a másik hatósághoz illetékességből ezt a vizsgálatot. Tehát mi arra hívtuk fel a figyelmet az elmúlt időben is, hogy nagyon fontos, hogy gyorsan történjenek meg az intézkedések. Mert ha lassú az intézkedés, akkor folyamatosan még jön be továbbra is a termék, egyébként meg ha gyorsabban megtörténik, akkor ez mindenképpen megáll. Bár maga egy ilyen hír is egyébként, hogy vizsgálódnak, ez meg tudja állítani ezt a valamennyire ezt a dolgot, de hát van, aki elmegy a falig, és majd csak akkor hagyja abba, amikor lebukik. Igen, hát ha nem bukik le, akkor legfeljebb területet veszít egy időre. Általában hol tart ma a magyar tejtermékgyártása? Azért ezt hadd kérdezzem meg, mert hogy a Mékuti Tiborral számtalanszor ejtettünk szót erről, ugye ők a feldolgozókat képviseli a tejterméktanács belül, és ugye ahogy ön is fogalmazott, a termelőktől egészen a fogyasztókig azért íve kell, hogy legyen a történetnek. Tehát ugye a nyerste 5%-os áfáj az remek dolog, de nyilvánvaló, hogy intézkedés kell arra nézve is, hogy a tej, ami az áruházakban megvásárolható, az is olcsóbb legyen. Van erre remény? Hát elég sok beadványban, elég sok előterjesztésben szerepelt a mi részünkről és a kamara részéről és együttes levelekben is, sőt a minisztérium is támogatta ezeket az elképzeléseket, de költségvetési remek, hát a Nemzetgazdasági Minisztériumon végül is valamilyen valahol elakadt a dolog. Azt látjuk, hogy az irány jó, tehát az áfa csökkentések más termékeknél is látható, hogy vannak, és ez valamilyen szinten terjed is, de mi azt szeretnénk, hogy pont az áfa csalásoknak a legnagyobb szegmensében, így konkrétan az UHT-tejnél minél előbb történne meg ez. Remény van rá, de az elfogadott adótörvény szerint január 1-jével ez még mindig nem valósul meg. Azon dolgozunk a tovább. Pedig erre már vártunk, tehát a 18%-ról az 5% az azért sok mindenen segítene. Igen. Általában a kérdésre válaszolva, tehát a tejtermelők oldaláról el lehet mondani, hogy javult a helyzet, míg a tavalyi 60-70 forint árak most már a 90 forint és a 90-93 forintos ársában vannak, ez mindenképpen egy jó tendencia. Magyarországon is csökkent a tejtermelés, de nem olyan ütemben, csak 1% alatti mennyiségben, mint a környező országokban. Tehát ez is mindenképpen jó. Ami nagyon fontos lenne, de mondom, ezt a Mékuti úr is mondta, a tejipari fejlesztéseknek a folytatása, hogy több feldolgozó kapacitás legyen például akár félkemény sajtba, mert a Magyarországon még nem termeljük meg azt a mennyiségű félkemény sajtot, mondjuk jellemzően ismerten a trapista sajtot, vagy ehhez hasonló sajtokat, amelyiknek pedig megvan a belső piaca. Igen, mert jelentős az elmaradás. Rossz nézni egyébként, amikor a nagy szállító kocsik beállnak egy tejtermelőhöz, a gazdához, és viszik ki a tejet, és készül belőle a majd nagyon drágán ide visszakerülő sajt és egyéb. Hát igen, ez mindig fönnáll, hogy a gazdák egy része, vagy hát jelentős része, mindenki a piacról él,
ha egy exportvevő most ebben a pillanatban 100 forint fölötti árat tud adni, mert egyébként a nyerstej exportja most 100 forint fölött van, és a belföldi ár pedig 93 forint között van, vagy körül van, akkor ez a 10 forintos különbség azért éves szerződésekben realizálni lehet. Ha az elmúlt 12 hónapot nézzek, akkor két hónap kivételével a 10 hónapig az exportált nyerstejnek jobb volt az ára. Tehát a gazdák egy része ezért is részesít előnybe az exportálást. Ugyanakkor a terméktanács, tejtermelő, feldolgozó és hát a kereskedelmi láncoknak egy része is abban érdekelt, vagy abban lenne érdekelt, és az irány tesz lépéseket, hogy ebből minél kevesebb kerüljön ki, és minél több legyen, minél jobb legyen a feldolgozás. Hát ennek ki ugye minimum a termelő oldaláról kettő, a termelő és feldolgozó oldaláról is ugye vannak kritériumok, a termelő szeretné megkapni azt az árat, ami közelíteni az exportárat, ugyanakkor a feldolgozónak pedig a jelenleginél sokkal korszerű feldolgozó üzemre lenne szüksége. Vannak ilyen fejlesztések nagy tejipari vállalatoknál szerencsére, és ezek az elkövetkezendő egy fél egy évben realizálódnak, és azt gondolom, hogy akkor az egész magyar tejipar, tejágazat jobb pozícióba kerülhet. De sajnálatos módon ugye a problémánk az hosszú távon, hogy a tejára nagyon nagy hullámokat ír le, és mi tejtermelők ezért is propagáljuk a hosszú távú szerződéseket. Hosszú távú szerződések egyébként már vannak, amelyek árat vagy árképletet tartalmaznak tejtermelő és tejfeldolgozó között, de tejfeldolgozó és kereskedő között ilyen hosszú távú szerződés nincs is. Amíg ezek nem terjednek el jobban, nagyobb mértékben, addig nagyon hektikus lesz továbbra is, vagy lehet a tejpiaci ár, ami pedig, hát lássuk, mekkora problémákat okoz, mert egyszer teheneket kell levágni, utána meg vaj, meg tejföl hiány lesz, vagy van, és hogyha megnézzük a boltba, duplára ment föl a vajár, azért, mert két éve ezelőtt megszűnt a kvóta, akkor fölment a tejtermelés, lement az ár, most meg lent van a tejtermelés, és fölmegy az ár. Ez senkinek nem jó, ez gondolják, hogy most éppen ez jó a termelőnek, meg nem tudom kéne, de nem jó. Jobb egy kiegyensúlyozottabb piac, mint az állandóan ugráló. Egyetértek önnel. Én azt gondolom, hogy fogunk még erről beszélgetni, hiszen többek között ugye az imént szóba került majd egyszer hosszasabban a takarmányozás mikéntjéről, a gyakorlati szakembert is megkérdezném. Most viszont köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én bízom benne, hogy rövidesen azért a némik eljár ez ügyben, és tiszta tej lesz a pohárban. Köszönöm én szépen, hogy megtisztelt. Én is bízom benne, köszönöm szépen. Kedves nézőink, folytatjuk az Agrárinfót, most pedig következzék heti rendszerességgel jelentkező a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér megyei szervezetének elnökével az a beszélgetés, hogy mi történik a héten és a közeljövőben. Kedves nézőink, Kis Norbert Ivóval láthatták a beszélgetést, illetve vendégem volt István Falvi Miklós, a Tejterméktanács társelnöke. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra! Végezetül következzék heti hírösszefoglalónk, miként vélekedik, mire készül a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér megyei szervezete. Kis Norbert Ivótól megtudhatjuk. Vendégünk Kis Norbert Ivó, Fejér megyei Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Jó reggelt kívánok! Nos, hát a heti helyzetről kell, hogy beszéljünk. Rövidesen választások következnek, így aztán nagyon fontos, hogy a jelölőgyűlések, küldőgyűlések megtörténtek. Milyen eredményt hozott? A jelölő is megtörtént, ezt nem a megyei gazdakörök szervezték, hanem ezt a MAGOSZ, tehát a Magyar Gazdakörök Országos Szövetsége elnöksége megbízta Jakab Istvánt, Györfi Balást és Kis Miklós Zsolt urat, hogy ők állítsák össze a listákat. Ők az utolsó egyeztetéseket ők folytatták le, akikkel kellett, és jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a megyei listák azok múlt
hét előtti pénteken leadásra kerültek, tehát szeptember 8-ával. Most szeptember 30-áig várjuk a visszajelzéseket, hogy a listán esetlegesen előfordul-e olyan személy, aki nem választó és nem választható. Tehát ők akkor lekerülnek helyettük, más személyek lesznek jelölve. A neveket nyilván nem kérdezek, de azért nagyon fontos, hogy a magos kellően erős Jakab István elnök urat ismerjük ahhoz, hogy egységes mezőgazdasági politika alakuljon ki a szervezetben. Így van, a lista az most jelen pillanatban megyébe, hát jó magam is részt vettem, azért javaslatot tettem rá, akiket szeretnénk látni a listán. Igen, a megyei gazdakörök is megfelelő súllyal képviseltetik magukat, de ez nem azt jelenti, hogy csak ők vannak rajta. Tehát a megyébe az előző évekhez hasonlóan most is az agrárbékét azért próbáljuk megfelelő súllyal a listán is megjeleníteni. Úgy legyen, befejeződött az őszivetésű haszonnövények aratása, azt hiszem, hogy a termés eredmények önmagukért beszélnek. Így van, hát még nem fejeződtek be teljesen, a napraforgó az ilyen 50%, 50-60% körül van. Ugye a hétvégén azért elég nagy mennyiségben lefogyott volna a terület, de mivel hála Isten kapott most a mezőgazdaság esőt, és ennek örülünk, így most az is késleltetve van, de a kukorica az viszont ilyen 20% körül van még csak a betakarítása, tehát az majd az elkövetkező időszakban fog megtörténni. Ugye szélsőséges volt az időjárás, a napraforgót, ez mennyire befolyásolta a termés eredményeket? Hát a megyei eredményekről tudok beszélni, ami azt jelenti, és most puskázok egy kicsit, hogy a napraforgó az ilyen közel 3 tonna körüli hektár mennyiséget tudott produkálni ebbe a 50%-os betakarított mennyiségnél, ami azt jelenti, hogy egy ilyen jó átlagos évnek mondható. Tavalyi évben nem kevés, tehát ilyen 3,5 tonna körül volt, ha jól emlékszem, a megyei átlagunk, most ez nem éri el a 3 tonnát. Milyen a minősége, hiszen ez azért nem különben fontos. A minősége az jó, az úgy néz ki, hogy megfelel mindenféle paraméternek, amiket a feldolgozóknak kell. Az elmúlt héten bővében voltunk a csapadéknak, ez nyilván késlelteti a kukorica aratását, de azért a legfontosabb takarmánynövényünkről is beszéljünk, hiszen ez rendkívül fontos a gazdák számára is. Sajnos a kukorica most már nem fő takarmánynövényünk, hanem ipari alapanyaggá minősül, tehát ugye állattartásunk nagyon lecsökkent, így azt nem tudjuk felhasználni, de viszont ugye a bioetanol gyártásunk az meg nagyon megerősödött, tehát évi közel majd 3 millió tonna hazai termelésű kukoricát dolgoz fel az ipar, és inkább nekik termeljük a kukoricát. A másik része az viszont exportra kerül. Ennek tükrében milyen a minősége az idén a kukoricának? Úgy néz ki, hogy az idén még nem hallottunk olyat, hogy gondok lennének. Remélhetőleg nem is lesz, mivel a mennyiséggel az idén azért gondok lesznek a kukoricán. Tehát nem lesz közel 8-9 tonnás kukorica, mint a tavalyi évben volt, és mivel a feldolgozó kapacitás azért nagy, ezért minden kukorica kell nekik, tehát nem lesz vele gond. Milyen munkák folynak jelenleg a kamaránál, hiszen azért tudjuk, hogy napról napra feldolgozzák az eredményeket, illetve előkészítik a következő időszak eseményeit. Jelen pillanatban monitoring jelentések folynak, őstermelőikkel, éppen most mondják a kollégák, hogy problémák vannak, plusz a másodvetéseknek a bejelentése, ellenőrzése, azok folynak. És az egy hektár alatti területeknek az ellenőrzése még az mindig nálunk van, és a kollégák járnak ki, és ellenőrzik a területeket. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten pénteken, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Viszontlátásra!